Több mint 100 halottat és sebesültet követelő terrortámadás történt péntek este Moszkvában. Bár a terrortámadást az iszlám állam magára vállalta, Oroszország Ukrajnára próbálja hárítani a felelősséget. 137 halálos áldozata és 182 sebesültje van a péntek esti moszkvai terrortámadásnak. A négy fegyveres által a moszkvai Krasznogorszki Krókusz City Hall kulturális központnál végrehajtott támadás nyomán hétfőre virradóra a moszkvai bíróság négy tádzsik állampolgár előzetes letartóztatását rendelte el, akiket a támadás végrehajtásával vádolnak. A merénylet elkövetőjeként még péntek éjjel az iszlám állam terrorszervezet jelentkezett. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat azonban azt közölte, hogy a támadóknak ukrajnai kapcsolatai voltak és oda akartak menekülni, amikor elfogták őket. Kijev visszautasította, hogy közel lenne a merénylethez. A történtekért Ady András külpolitikai elemző szerint leginkább Vlagyimir Putyin orosz elnök hibáztatható. Aki nem vette figyelembe az Amerikai Egyesült Államok hetekkel ezelőtti arra vonatkozó figyelmeztetését, hogy Oroszország területén az iszlám állam terrorakciója várható. Sőt, három nappal a merényletet megelőzően Vlagyimir Putyin úgy reagált, hogy kigúnyolta őket. Bár ne tette volna, megkövetkezik ugyebár a 22-i támadássorozat, és aznap az volt az első reakcióm, ahogy befutottak az első hírek, hogy nézzétek meg, ezért biztos vagyok, hogy megint az ukránok lesznek a hibások, akkor is, hogyha nem az ukránok a hibások. Közben bejelenti ugyebár az ISIS, hogy ők az elkövetők, de ettől függetlenül kimegy az orosz oldalról az a, úgy fogalmaznék, hogy adathalász és véleményhalász meg jegyzés, hogy igen, de az ukránoknak a keze kell benne legyen, lám a terroristák Ukrajna felé menekültek. Moszkvában megpróbáltak saját maguk számára hasznos elméleteket gyártani és Ukrajnára hárítani, amit csak lehet. Vlagyimir Putyin szerint ablakot nyitottak nekik az ukrán határon. Ady András szerint azonban a háborús zónában elképzelhetetlen, hogy egy egész rendszert megszüntessenek csak azért, hogy néhány terrorista átjusson Ukrajnába. A külpolitikai elemző szerint tulajdonképpen a szokásos forgatókönyv történt. Moszkva Vlagyimir Putyin bőrét mentendőbe dobott egy információ töredéket, egy hipotetikus helyzetet kreált, és most azt figyelik, hogy merre alakul ez a következőkben.